Óriási lelkesedéssel rúgták a labdát az óvodások a Váci iskola tornatermében. A gyerekek, akárcsak a nagyok, rendkívül komolyan vették a mérkőzéseket. Az izgalmas versenyen szülők, nagyszülők tapsoltak lelkesen a technikásan futballozó apróságoknak, nagyszerű góljaiknak, labda átadásaiknak. A tehetségkutatást összekapcsoljuk a gyerekek által kedvelt tevékenységgel, mert egyrészt népszerűsíteni szeretnénk a sportágat továbbra is, lévén, hogy Szombathelyen jó kis fociváros. Másrészt a tehetséggondolást azt a mi iskolánk célirányosan úgy végzi, hogy orientálja majd ezeket a gyerekeket remélhetőleg egykor a Haladás, az Illés Akadémia, vagy éppen a kislányokat a Viktória felé. Az óvodásoknak a diákokhoz képest kevesebb lehetőségük van arra, hogy ilyen rendezvényen megmutathassák tudásukat. A szervezők abban bíznak, hogy minél többen jelentkeznek majd az iskola elsős foci osztályába. Nem csak a futball, hanem minden sport. Nagyon sok olyan jellemvonást alakít ki a gyerekekbe, amire később életükbe nagyon nagy szükségük lesz, és nagyon nagy hasznát veszik. A küzdeni tudást, az, hogy nem adjuk föl soha, az, hogy mindent megteszünk egy cél érdekébe, a szorgalmat, akaraterőt. Jancsó András és Tihanyi Olivér első osztályú labdarúgók ékes példái az iskolában zajló sportoló tehetséggondozásnak, hiszen ők is a Váci iskolában tanulták meg az alapokat. Az Illés Akadémiára kerültem át a Váci után, és most a nyári felkészülést már az NB1-ben kezdhettem. Most sajnos volt egy sérülésem, de már újra pályára álltam. A tornát a Donászi Magda óvoda második csapata nyerte, második lett szintén a Donászi óvodát képviselő első csapat, a bronzérmeket pedig a Pipitér óvoda kis futballpalántái szerezték meg.